Szóljunk ugye a Fizerbe utáni mérkőzésen, a héten már gyönyörűen elkészültünk. Hogyan telt ez a hét a csapatnál? Lépésről lépésre készülünk, mindig csak a következő meccs, soha nem megyünk annyira nagyon előre, hogy most jaj, most egy hónap múlva kivel játszunk, vagy rangadó, vagy nem. Ugyanolyan ritmusban készültünk, mint eddig, reméljük hasonló lesz az eredmény, mint eddig a két meccsen. Videózással készültünk, igazából azt gondolom, hogy jól felkészültünk a Gyöngyösbe, hogy egy győzelemmel várjuk a Gyöngyöst, itthon fogadjuk őket, úgyhogy mindenképpen a 3 pont elérése a cél. Mit tudom most már következő ellenfelünkről? Hát nem úgy kezdték a bajnokságot, ahogy szerették volna. Úgy tudom, hogy jól igazoltak, igazából nyilván bizonyítani szeretnék, most beleszaladtak egy csúfos vereségbe. Ezt javítani szeretnék, de nem lehet más opció, csak a győzelem számunkra. Hát így az eredményeket nézve, ugye múlt héten beleszaladtak egy pofonba, de most ez lehet nekünk jó is, meg rossz is. Most nem tudjuk igazából, hogy milyen játékot fognak játszani. Változtatnak-e a múlt hetén? Nem tudom, majd meglátjuk. Milyen a hangulat most az öltözőben? Jó sikerült a kezdés? Igen, hát egy ilyen kezdés mindig megadja a jó löketet a csapaton, meg azért csak jobb úgy jönni hétfőn edzésre, hogy nyertünk előző nap. Nagyon jó a csapatösszhang, jó az hangulat az öltözőben, mind a pályán. Reméljük ezt minél tovább tudjuk folytatni ezt a sorozatot. Nagyon jó hangulat, ugye két győzelem után vagyunk, maga biztos a csapat. Füzesgyalmat elmutatkoztál be Szegedi Szilámban, hogyan érzed volt a pályán? Nagyon jól éreztem magam, voltak hibák, de voltak nagyon jó dolgok is, úgyhogy tanulnunk kell még, tanulnom is kell még. Más csapat, más filozófia, át kell venni ezt a rendszert. Cél a győzelem vasárnap? Egyértelmű 3 pont.